A járványhelyzet miatt tavaly október óta húzódik a Szabó Győző önéletrajzi könyve alapján készült film, a Toxikóma bemutatója. A pandémia nem csak ezt a mozipremiért, de a teljes színházi szférát is komoly kihívások elé állította. Szabó Győzővel beszélgetünk. Hoppá! Csücs! Jó estét! Szervusz, Szabó Győző színművész a vendégem. Hogy bírtad ki az elmúlt évet, te, aki egy másodpercre nem tudsz megállni? Vagy már meg tudsz? Hát ez egy jó tanulás volt az én életemben. Tényleg brutálisan sok időt töltöttem. A prioritás mindig a sajnos nálam a munka, nagyon szeretek dolgozni, a család természetesen ezt nyugi, szereti, élvezi sokszor. A társaságom hát tényleg ritkaság számban ment, de most... De sok volt neked? Sok. Én emlékszem rá, hogy Pécsen a poszton még volt poszt, beszélgettünk egy közönség találkozón, és konkrétan nem tudtam felsorolni a közönségnek, annyi mindent csináltál egyszerre, csak egy hónapon belül. Tehát szerintem egy szabad másodperced nem volt. Egy örök mozgó embernek az, hogy egyik napról a másikra a munkáinak, hát jó része. Nagyon nagy pánik volt, amikor... Nagy pánik volt? Igen, én épp a... Ugye hallgattam a híreket, meg ugye, hogy épp autóztam, és akkor bemondták a korlátozásokat, stb., és akkor, ahogy kimondták a színházat, rögtön meg az egészet. Tehát engem útközben írt egy rádiós hírként az egész, és azonnal hívtam a színháznak, a Tália színháznak a titkárságát, hogy mi van, és hát győzően ma nem játszunk, és holnap sem, és holnap után sem, és meddig, nem tudjuk meddig. Brutál, borzasztó. De egy család... Lehet, hogy jobb, hogy nem családi... tudtuk, hogy eddig... Igen, de ugye mindenki föltalálta magát valamilyen szinten. Most pro és kontra, minden se negatív, se pozitív előjelet nem tennék, de sokan verseket mondtak, meséket mondtak. De tehetsz egyébként, tehát ti például a pároddal a Rezes Judit is színésznő, hogy találtátok fel magatokat? Nagyon-nagyon sok színész, és nem csak színész, más előadó művész is került olyan helyzetbe, hogy totál mást kellett csinálnia, mint amit addig csinált. Akár, nem tudom, futárkodott, pakolt, pizzafuter, adatot rögzített, olyat is ismerek, szóval egyáltalán nem azt. Nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem becsülendő az a munka is, nyilván az, csak hát egészen más csináltatok. Ti miből éltetek például? Nekem teljesen leminimalizálódott a költség. Nekünk a Tália Színház volt olyan gáláns, és egyébként, de mindemellett egyfajta önkéntes karanténra ítélve minket, hogy nem vállalhattunk, de szerződésbontásnak minősült volna, vagy szegésnek minősült volna, hogyha elmentük volna bárhová külön dolgozni, mi nem vállalhattuk. Garantálták a mi havi fizetésüket, volt egy védőhálónk, és ennek nyilván az ember egy picit így pufon magába, hogy de miért, de aztán megérti a dolgot, és aztán elfogadja. És, de az még korán sem elég ahhoz, hogy az ember teljes költségét lefedje. Teljesen leminimalizáltak a költségeink. Én ott rendtető jókat főztem otthon, családdal egy családépítő tréning. Csináltál olyat, amit a Covid előtt nem? Főzni főztél előtte is. Hát azt nem mondom, hogy kisolóval vágtam le a füvet szállanként, de mondjuk most egy kettes házban élünk, egy új helyre költöztünk, a régi bérelt lakásunkban, ezt nem bírtuk valaki. Uh-huh. Van, ki tudunk menni a szabadra, a gyerekek ki tudnak menni, a 2 éves Gazsikám, meg a 10 éves Misi fiam. Sokkal inkább kiborító helyzet volt az egész távoktatás, vagy ez az online sulizás. De hát túléltük, tényleg. Ezen mennek. Viszont ha lehet ennek egy jó oldala, akkor nem volt nálad az a jó, ha lehet ebbe keresni a jót, hogy megálltál? És ott voltál? De. Első pánik után jött egy öröm, kicsit, hogy de jó, hogy akkor most kicsit ilyen nem egy nyaralós feeling, de stb. De van egy kis felszabadulási érzés az embernek. Tényleg miért ne egyek azt, hogy miért ne egyek azt, amit szeretnék, hiszen megtehetem, este nincs dolgom, nincs felelősség, nincs semmi. Aztán ott felváltotta egy ilyen kiüresedés, tehát állomásra éltük meg ezt az egész dolgot, de lelassultam, de tény. És aztán jött az a teljes letisztultság, és most már egy életmódváltás után is jobban odafigyelve egy csomó minden, nagyon elmentek volna. Hát itt olyan Covid hasak vannak, vagy ilyen karanténpocakok, meg
ki mindenki meghízott 20 kilókat. Két véglet van, vagy meghízott, vagy iszonyatosan ki lefogyott, vagy kigyúrta magát. Igen. Szerinted is más lesz a színház a Covid után? Több művész mondta ezt már nekem itt is, Covid alatt is, meg utána is, hogy biztos, hogy nem lesz. Ön a színháznak lesz feladata, hogy feldolgozzuk ezt az egészet. Ha egyáltalán vége van, azért még ezt sem tudjuk. Nézd, a mi színházunk azt választotta, hogy nincsen streamelés, nincs semmi. Mi szépen készültünk, és a premierre, az új premierre is mondjuk teltházunk volt, de az ember most óvatos, mindenki óvatos. Én azt hiszem, hogy, egy 500 férőhelyes... Mikor volt az új premiere? Az új premier, az most volt a múlt hétvégén, de hogy most sajnos nem próbáltam, de hogy érezhető az óvatosság, egy 500, közel 500 férőhelyes színházban 100-an ülnek, az nagyon fura érzés. Olyan előadásokra is, amikre már hónapokra előre nem lehet egyet vásárolni. Bejátszunk, tehát nyomjuk ezerrel, mert nekem mindegy, hogy 100-an vagy 500-an ülnek, csak optikailag nem ugyanaz, meg azért mégiscsak más, hogy az ember teltháznak játszik. Na persze, a Toxicoma film, mikor mutatjátok, vagy mutattátok be, hogy a vírus miatt ez többször is... Október 22-én lett volna tavaly a bemutatója. De már az is egy halasztott volt, nem? Vagy nem, az halasztottátok el? Hát igen, de most már nem tudjuk, mi hol van, mi hogy áll, de szeptemberre tervezik most már végre. Dobozban van, tök jó sikerült, és szerintem nagyon jó mozgat. Lesz egy fesztivál, ami itt lesz június vége felé, ahol bemutatják. De nyáron már a mozik nyitnak, nem akartátok előbb? Vagy most egy olyan helyzetben, amikor az, hogy mit tudom, 30 mozik, közel 30 mozik kijön, egymás ennyi hátán sorakozva jönnek az amerikai mozik, tehát hiba lenne szerintem egy ilyen nagy dömpingbe, egy brutál, tehát bármit is bemutatni. Úgy sikerült ez a film, ahogy szeretted volna? Hát úgy sikerült, más lett, mint amit én képzeltem el, az én... Ahogyan én megírtam, a sokkal inkább egy ilyen Guy Ritchie is sok, tényleg ilyen nagyon őszinte dolog, de hogy ebből lett egy ilyen, igazából egy ilyen body movie, vagy egy ilyen olyasmi, mint a kategóriát tekintve, mint mondjuk a Whiplash, ahol a két ego összecsap, mint a Csernus és mondjuk a Szabó Győző egója, Molnár Áron fantasztikus alakításával, és Bányai Kelemen vannak ki a Csernust hozza. Szerintem ez is egy izgalmas dolog. Tehát nincs benne sok akció. Nincs benne sok akció, nincs benne. Azt miért mutassuk meg ez az egész cuccozós dolgot, mert azért az, annak is van egy pikantériája, de ez izgalmasabb a legókarca. Ugye mondtad, hogy Noár Molnáráról játszik téged. Ti az életben is jobban vagytok nagyon, ugye? Tehát barátok vagytok. Igen. Ez megkönnyítette, hogy eljátszom téged, mert eleve ismer, vagy szerintem, de ezt lehet, hogy én gondolom, ti nagyon hasonlítotok. Így nem tudom, hogy ezerrel mentek előre, mindegyettel ilyen nyughatatlanok vagytok. Amikor először találkoztam az Áronnal, akkor beült mellém egy inkarnációm, azt éreztem. Tehát, hogy tényleg. Hát pontosan ilyen voltam, mint ő. Egy casting előzte meg ezt a dolgot, tehát én csak javaslatot tettem a Rendi Gábornak, de azért meg volt egy push, azért volt egy elég erős pusholás, hogy Áron legyen, de pont olyan, mint én vagyok fiatalon, és nagyon jók vagyunk, de ő, nagyon jobban, legjobb barátok vagyunk, de hogy azt, amit ő levet rólam, lemodellezik, és amit ő hozzátett, azzal együtt lett egy karakter. A Covid után szerinted te folytatod ott, ahol abba hagytad? Ezerre pörgés, és visszacsúszol abba az életbe, vagy azért nem? Mit gondolsz most? Nem szeretnék elköszönni a családomtól most újra, szóval visszafogok a pörgésbe, hiszen vannak a forgatások, a színház, új bemutatók, nem is tesz már nyarunk, mert július közepén kezdjük az évadot, a Csonka évad, most 9-én vége, a Tália kijátszotta, de az egészen nagy pörgés, de ugye, valami hiányzott, valami nem hiányzott. Ebből ez le fogjuk szűrni, le fog az egész szépen zsilipelődni, és talán megtalálunk egy jó középutat. Nagyon nem szeretném, olyan jó volt együtt a családdal is. Megpróbálod a középutat. Azért igen. Kérdeztem, mert most a drogról nincs is idő, meg nem is akarok külön már beszélni veled, mert milliószor elmondtad a történetet, meg ott a könyved, és most már ott a film. Ugye 20-21 évvel szoktál, de átszoktál erre? Ugye sok heroinista azt mondja, hogy utána leteszi a szer, de nincs semmi, vagy ilyen, nem tudom, ilyen dögunalom van. Nekem legalábbis mondták ezt ismerősök, és kell valami, ami nálad lehet, hogy ez, hogy a nap 24 órájában pöröksz. Igen, amikor én a drogokhoz nyúltam, és volt ez a tényleg 30 évvel ezelőtt, akkor egészen pontosan olyan szert kerestem, ami vissza
vissza nem szedál, de hogy igen, ezt a pörgés megállítja. A herointól nem pörög az ember, van ez az eufória, és akkor abban úgy el van, de én már akkor is nagyon-nagyon pörögtem. Tehát ezt nekem muszáj kezelnem, de már sokkal inkább keresek tényleg alternatív megoldásokat. Most például van egy meditáció, amit csinálok minden nap, bármilyen hülyén hangzik. Elkezd, próbáltam a jogát, az nekem nagyon lassú. Volt egy csomó ilyen olyan akár mozgás, vagy olyan beszéltem ilyen gurúval, olyan gurúval. Egyik, amikor azt mondják, hogy vágjak magamnak egy dinnyét, csináljak egy teját, lelassítja a dolgokat, lelassítja egész mozgást, az mind hiába való volt. Most egy meditációval igyekszem helyre tenni. Nem hangzik hülyén egyáltalán. No, lejárt az időnk, Győző, mi lesz az első munkád, színházi munkád, ahol látható? Hát most felújítjuk a darabokat ismét erre a 3 hétre, és aztán Béres Attila rendezésében lesz a Lövések a Broadway-n, ez egy Woody Allen filmnek a szimpati adaptációja, abban leszek egy gangster főnök. Köszönöm, hogy jöttél, várjuk. Köszi szépen. És köszönöm. És mielőtt a nézőktől is elköszönnék, az Egyenes Beszéd után lesz Jakubcsák Plusz, jön Gabi és elmondja a részleteket. Jó estét neked és a mai nézőknek is. A járvány időszakban szinte valamennyiünk környezetében történtek olyan halálesetek, amelyek még inkább ráerősítettek az otthonápolás és az elengedés szükségességére. Mi a rövid reklámszünet után olyan példaértékű közszereplőkkel folytatjuk, akik például az édesanyjuk vagy éppen az apósuk utolsó hónapjaiban tapasztalták meg mindezek fontosságát. Ebben a témában vendégünk lesz Ungár Anikó és Béres Alexandra is. Aztán Bruce Willis-szel és a rapper 50 Cent-tel folytatjuk. Igen, jól hallották, mert mindketten itt lesznek nálunk, és állítólag állati jó formában vannak. Rögtön kiderül majd, hogy pontosan mire gondolok, és mindjárt azt is megtudhatják, hogy ki pontosabban mi ez a zabálni való szőrgombóc itt az ölemben. Tehát csak pár perc, és minden kiderül. Vackos, vackos, vackos. Szerintem Gabi kutyája, egy kicsit spoiler, ezek maradjanak velünk, már is megtudják. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, holnap este is tartsanak velünk. Viszontlátásra!